Közel 300 darab díszt, jégcsapokat, csillagokat és kis figurákat készítettek idén kevesebb mint két hónap alatt a Kiskörös Rózsája horgolókör tagjai a Petőfi Sándor Művelődési Központban felállított karácsonyfára. Idén félgömböket horgoltunk, és a félgömbökbe pici figurákat, és ha valaki majd nagyon figyelmes lesz, akkor felfedezheti, hogy van néhány olyan figura, amivel a Petőfi 200 kapcsán valamilyen módon a költőt idézzük meg, megsúgom. Például lesz majd egy picike kutya az egyik gömbbe, de lehet keresgélni a többit is. A díszítés témáját idén a retro karácsony ihlette, melynek elkészítése során 40 éves szaloncukros dobozt és régi mesekönyvet is felhasználtak. A művelődési központ aulájában felállított fa körül ugyanebben a stílusban terítettek asztalt, hogy teljes legyen az ünnepi hangulat. Az elkészült alkotást Tóth Tibor atya szentelte meg. Urunk Istenünk, végtelen irgalmat gazdagítsa és oltalmazza híveidet, e horgolókör tagjait, add, hogy áldásaidból erőt merítsenek, tölts el szívüket tökéletes hálaadás és szüntelen örvendezéssel magasztaljanak téged, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az áldást követően gyertyát és csillagszórót gyújtottak a résztvevők, miközben elénekelték a kis karácsonyt és a mennyből az angyalt. Jaj, de szép a karácsonyfa, ragyog rajta a sok gyertya, itt egy szép könyv, ott egy labda, jaj, de szép a karácsonyfa. A kiskörösi horgolókör tagjai idén is Grünwaldné Takács Aranka vezetésével horgolták a díszeket, melyhez a fonalat Csányi Ibolya, a Körös Körülnők Egyesületének elnöke biztosította. Az eseményről bővebben ma esti Petőfi Tér című magazin műsorunkban számolunk be.